Mit szeretnénk elérni ezzel a szabályozással? Az áfát érintő visszaéléseket próbáljuk, vagy szeretnénk mi is visszaszorítani. Egy óriási segítséget jelent nekünk a mindennapi munkánk során. Szeretnénk a jogkövető piaci szereplő pozícióját erősíteni, hiszen ha az áfacsalások ellen hatékonyan tudunk küzdeni, akkor nyilván az ő piaci pozíciójuk javulhat. Nem kell megmagyarázni, aki nem fizet adót a beszerzései, értékesítései után, tehát a tevékenysége után, az óriási versenyhelyzetbe kerül a jogkövetőkkel szemben. Nyilván ennek azért most lehet, hogy azt mondhatnák, hogy naív vagyok, vagy igazából nem ezen a világon élek, de nyilván van egy olyan hozadéka is, hogy a költségvetési bevételek ezáltal tudnak növekedni. Tehát, hogyha indokolatlanul és jogsértő módon nem rövidítik meg mondjuk az áfa bevételeinket, akkor nyilván az az áfa a költségvetésben marad, és más célokra fordítható. Az LKR biztosítéki rendszernek a célja nem volt más, mint hogy bizonyos kötelezettségeket bizonyos adózói körtől előre próbáljunk megkövetelni, és ezzel próbáljuk őket az adókötelezettségek szabályszerű teljesítésére ösztönözni. Az nem is kérdés, hogy az áramozgások valós idejű ellenőrzését is megteremtjük, amit mondtam, hogy előzetes információnk lesz, tehát már fel tudunk készülni, hogy kell-e azzal a szállítmánnyal foglalkoznia vagy sem, és ha igen, akkor a szolgálat szervezés, illetve a bevetés irányítás tudja oda vezényelni a szükséges erőket, ahová kell. Hatékonyabb együttműködést is remélünk a társhatóságokkal. Itt a Nébiket nem véletlenül emeltem ki, hiszen a munkacsoportban az EKR megalkotásáról szól munkacsoportban a Nemzetgazdasági Minisztérium mellett a Földművelésügyi Minisztérium is részt vett, és nekünk, mint NAV-nak a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó Nébikkel kiváló kapcsolatunk volt korábban is, rengeteg közös akciónk volt, illetve a televízióból is értesülhettek a közös akcióknak a sikereiről, ahol azért nagy mennyiségben sikerült olyan élelmiszereket is egyébként, vagy olyan élelmiszerekkel kapcsolatos visszaéléseket tetten érni, amire én azt mondtam, mint fogyasztó, hogy nem is tudom, hogy vegetáriánus legyek, maradjak húsimádó, amilyen vagyok, vagy egyáltalán mit tehetek, ami mondjuk ellenőrzött forrásból származik. Egyébként nekem nagyon tetszik például ez a kis hófehérkés reklám, és ez most itt a reklámhelye volt, és elnézést kérek. Hát nyilván én nyugodtabb lennék, hogyha ellenőrzött helyről származó árut ehetnék, vagy élelmiszert ehetnék, és ezért lepett meg, amikor mondjuk a mélységi ellenőrzések kapcsán egy közösségből érkező szállítmánynál a Szlovákiából érkező paradicsom magyar származású volt, és ment volna tovább az útján. Ahogy elkezdtük egy kicsikét elemezni ezt az ügyletet, a sofőr úgy gondolta, konzultált valakivel, nem tudjuk kivel, hogy neki jobb lesz, hogyha visszamegy Szlovákiába, és majd holnap próbálja meg. Pekére holnap is ott voltunk, de megpróbálkozott. Tehát gyakorlatilag a magyar eredetűnek feltüntetett, nem tudjuk, hogy magyar eredetű volt-e ténylegesen a paradicsom, de Szlovákiából került beszállításra. Én úgy gondolom, hogy ez tarthatatlan, ezért nyilván közösen kell küzdeni, tehát ez egy össztársadalmi érdek. Most azon túl, hogy én húsimádó legyek vagy sem, ez nyilván senkinek a jelenlévő közül nem bír relevanciával rajtam kívül. De bízunk benne, hogy még hatékonyabb együttműködésre tesz lehetőséget, vagy ad lehetőséget a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és a NAV között. Az élelmiszerek útjáról pedig már beszéltem, ami nagyon fontos mindenki számára. Jó. Mire fókuszál az LKR szabályozás? Amint már említettem, azokra a pontokra, ahol az általános forgalmi adó veszélybe került, illetve ahol ez eltűnhetett. Hát előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzést próbálunk megteremteni azon árumozgási folyamatok esetén, ahol az áfa eltűnhet, közösségen belül termékbeszerzés, közösségen belül termékértékesítés, első belföldi adóköteles értékesítés. Ezekről a fogalmakról rövidesen még a későbbi szlájdokon szó lesz, úgyhogy most itt nem térnék ki rá. A másik fókuszpontja a biztosítéknyújtás. Ugye kockázati biztosítékot kell nyújtani, kockázatos termékkel folytatott kereskedelem, illetve áruszállításhoz kapcsolódóan. Erről is a későbbi szlájdokon egy néhány szót szeretnék önöknek ejteni. És hogyha mindez még nem adott kellő segítséget vagy támogatást számunkra ahhoz, hogy a szállítmány sorsáról tudjunk, vagy a későbbi sorsáról tudjunk információt szerezni, akkor a jogalkotónak köszönhetően az alt 88 szakasz 6B bekezdése alapján hatósági zár alkalmazására nyílik lehetőség. Ezt már most szeretném leszögezni, hogy ez nem kötelezettség, hát ha olvasták, akkor úgy szól, hogy bizonyos esetekben a törvény különösen felsorolással nevesít is néhány ilyen esetet. Ebben az esetben az állami adó és vámhatóság alkalmazhatja ezt a zárat. Jó, tehát nem fogja azt jelenteni, hogy tömeges zár alkalmazásra kerül sor. Tehát nagyon extrém példa, ott állunk egy útszakaszon, minden kamiont megállítunk, és ész nélkül minden kamionra hatósági zárat húzunk. Erről nincs szó.
Már csak azért sincsen szó, hiszen a felhelyezett hatósági zárat valakinek el is kell távolítani. Tehát ha valahol egy ellenőrző ponton felhelyeztünk egy zárat, akkor valamely másik ponton, Magyarország másik pontján azt le kell venni. Tehát a saját kapacitásainkkal is gazdálkodni kell. Tehát nyilván ezzel csak szeretnék tévhiteket eloszlatni, és azért nagyon fontos ez, mert több kérdés megfogalmazódott, amit EKR kapcsán hozzánk már föltettek, és az egyik kérdés erre irányult, hogy minden esetben kell leszámítani a hatósági zár alkalmazására. Válaszom, nem. Jó? Próbáltam összefoglalni egy sematikus ábrával az EKR-nak a főbb szabályait, tehát hogy igazából egy előzetes bejelentésen alapul a bejelentés adatai adott körülmények között és adott időn belül módosításra kerülhetnek. A megérkezés felrakodás bejelentése zárja kvázi az EKR számmal kapcsolatos ügyintéznivalókat. Mindenhez a bejelentési kötelezettséghez ad egyfajta keretet a kockázati biztosíték egyik oldalról, másik oldalról pedig a hatósági zár alkalmazásának lehetősége. Jó, ha a folyamatot végignézik, előzetes bejelentés, elindul a szállítmány, útközben néhány adat módosítható, amint megérkezett a szállítmány, mondjuk közösségen belüli relációt nézünk, közösség és Magyarország relációban, megérkezés bejelentését is el kell végezni, hogy záruljon az az ügylet, és mi is lássuk ezt az EKR felületen, hogy ez az ügylet lezárásra került.